A költségvetés alkotás nehézségei címmel tartottak sajtótájékoztatót tegnap Dózsa Zsolt és Csótár András bizottsági elnökök. Mint arról híradónk csütörtöki adásában beszámoltunk, a képviselők a költségvetés megalkotásának nehézségeiről és Ruzsics Ferenc polgármesterrel kapcsolatos nézeteltérésekről számoltak be. A tegnap elhangzott sajtótájékoztatóra reagálva Ruzsics Ferenc polgármester tisztségéből fakadó elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott nyilatkozni, ezért a következő közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz. Idézem. Megdöbbenve szembesültem azzal, hogy a mocskolódó, személyeskedő kommunikáció, amitől az újévi köszöntőmben óvaintettem a majdnani kampány résztvevőit, sajnos bekövetkezett. Határozottan visszautasítom Csótár András és Dózsa Zsolt képviselőtársaim állítását a hivatali szabálytalanságról és félretájékoztatásról. Azt pedig kikérem magamnak, hogy befolyásolt, más hatása alatt álló személynek állítanak be. Keszthely polgármestereként 3 önkormányzati ciklus alatt szolgáltam, szolgálom becsülettel és lelkiismeretesen a várost. Munkámat, elkötelezettségemet ez idáig nem kérdőjelezte meg senki. A költségvetés összeállítása többkörös, hosszú ideig tartó folyamat. Természetes, hogy e munka során nem értünk mindenben egyet. Ütköztetjük érveinket, ennek eredményeképpen alakulhat ki a város számára lehető legjobb büdzsé. Az azonban nem felel meg a valóságnak, hogy a hivatal jelentős bővítését terveztük volna. 2 új dolgozó, egy informatikus és egy adóügyi ügyintéző alkalmazását tartottam leginkább szükségesnek, amit a jelenlegi munkatársak jelentős leterheltsége és a megnövekedett munka indokolt. Képviselőtársaim azt sugallták, hogy a hivatali bővítésre szánt keret megvonásával 100 milliós összeget csoportosítottak át útfelújításra és sporttámogatásokra. Ez az állításuk sem felel meg a valóságnak. Ez elsősorban a tervezett bevételi oldal növelésével vált lehetővé. Azt az ennél nagyságrendekkel kevesebb összeget, amit a hivatal működési költségeiből elvontak, a 2 új munkatárs bérén túl például az önkormányzati üzemeltetés segítő digitális térképre és szoftverre, az irattár szükséges bővítésére fordítottuk volna, továbbá az udvari épület működési kockázatot jelentő villamos hálózatának elhalaszthatatlan felújítását tette volna lehetővé. A frakció által kifogásolt átutalás a jogszerűen járó, az előző jegyző idejében felhalmozódott 2006 és 2014 között ki nem vett szabadságai megváltása volt. A jegyző elleni vádokat visszautasítom. Ő és az általa irányított hivatal mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el. A polgármesteri hivatal munkatársai nehezített munkakörülmények között túlterhelten és lelkiismeretesen végzik munkájukat, s megérdemelten részesülnek elismerésben, ami alól a jegyző sem volt kivétel. Ahogy az elmúlt 12 évben, úgy most is elsődlegesnek tartom Keszthely fejlesztését, ám ehhez a hivatal működési feltételeit és felelősségünk biztosítani.